Kedves nézőink, véget ért az NB2-es sakk csapatbajnokság. Most ezzel kapcsolatban láthatnak egy stúdióbeszélgetést. Köszöntöm a stúdióban Csaba Árpádot, a Bányász SK Ajka sakk szakosztályának vezetőjét. Jó estét kívánok! Nemrégiben zárult le az NB2-es sakkbajnokság, és nem mondom azt, hogy nem várt, sőt, sokkal inkább nagyon is várt eredmény született, hiszen harmadik helyen végzett a csapat. Mennyiben felelt ez meg a várakozásoknak, elvárásoknak? Jó estét kívánok, köszönöm először is a meghívást. Évek óta negyedik helyen végzett a csapat, és mondhatni, hogy balszerencsés körülmények között. Idén nagyon-nagyon szerettünk volna már érmet szerezni, és olyan volt a csapatnak a hozzáállása is. Voltak kellemetlenségek, egy kellemetlen óvás miatt hátrányba kerültünk, és ennek ellenére a csapatban volt annyi erő, hogy a végén egy jelentős, eredményes hajrával sikerült megszerezni 2,5 pont forral a bronzérmet. Jó a csapat szellemezek szerint összeforrott a csapat? Hát évtizedek óta nem tapasztalt jó csapat szellem volt. Annak idején ugye hát a Bányás sport közszakosztályra is jellemző volt a jó csapat szellem, a sakk csapatra is jellemző volt. Hát most ismét ott tartunk, hogy egységes, egymást támogató és segítő csapatot sikerült összehozni. Kik voltak a legeredményesebb játékosok? Mindenféleképp az éltáblások teljesítettek az elvárás szerint, mert azért éltáblán nagyon erősek vagyunk. A Kiszlik nemzetközi mester 11-ből 9 ponttal több mint 80%-os teljesítménye, 82%-os teljesítményt hozott. Amellett nagyon jó szerepelt a decemberben leigazolt Cseke Richard, aki a huszari nemzetközi mester helyére jött. Ő 6-ból 5 pontot szerzett, tehát ő 83%-os teljesítménye, de mindenféleképp meg kell említeni a 70%, illetve a fölött teljesítő játékosokat, Paksa Rudolfot, Kaufmann Attilát, Babós Gyulát és Udvai Zsoltot. Említette, hogy eddig balszerencséjük is volt az eddigi forduló, pontosabb eddigi bajnokságok során. Most ezek szerint akkor valamiféle szerencse is közrejátszott az eredményben? Hát azért szerencsének nem nevezném, mert olyan igazán nagy szerencsénk nem volt, sőt a rivális lövő csapatával szemben kimondtam balszerencsésen veszítettük el a mérkőzést. Tehát az utolsó percekig nekünk állt a nagy arányi győzelem, és akkor egy-két játékos időtúllépéssel, durva elnézéssel rontott el az állását. Jó, hát ez a sakkban bent van, ugye, mert 5-6 órát abban az idegfeszültségben játszani, ahhoz teljesen fizikailag is és szellemileg is fitnek kell lenni, és a legkisebb zavaró körülmény is bármelyik pillanatba fordíthat a játszma menetén. Hány csapat vett részt egyébként most itt a bajnokságban? 12 csapat vett részt ebbe a bajnokságba, és hát az első csapat helyzet csapat lett a Szombathely. Ott napnál világosabb volt, hogy ők megnyerik a bajnokságot, mert fel akarnak jutni az NB1B-be, és ugye NB1-es csapatuk van, és hát ott bizonyos vonalhúzás, úgynevezett vonalhúzás miatt, tehát olyan csapatot ültettek le gyakorlatilag, amilyet éppensége szükségesnek véltek arra a mérkőzésre, és a Kisbér-Ászár került ebbe a csoportba, nem kis meglepetésre, de hát ők bajnokok akartak lenni, viszont második helyezettek lettek. Két gyakorlatilag NB1B-s csapat előzött meg minket. Mennyire volt erős ez a mezőny egyébként, ez a 12 csapatos mezőny? Erős volt a mezőny. Igazából a talán gyengébb teljesítményt két csapat nyújtotta. Zalavulán, aki korábban előttünk is végzett harmadik helyzetként, talán 4 éve, ha jól emlékszem. Ő náluk egy korosabb csapat volt, és
hát elég balszerencsésen történtek az ottani események, haláleset, most nem akarom ezeket részletezni, természetesen ők is a kiesés ellen küzdöttek, illetve a megyei csapat, a Pápa, aki második helyzetként, a megyebajnokság második helyzetjeként szerzett jogot a osztályzóra, és úgy jutott be az MB2-be, ők nem tudtak megfelelően erősíteni. Itt azért osztálykülönbségek vannak, akár azt nézzük, hogy az MB1 és MB1B között, akár az MB1B és az MB2 között is meglehetősen nagy különbség van. Ez a harmadik hely azért előrevetíti, illetve lehetőséget ad talán a feljebb jutásra is. Szerepel a terveik között, hogy feljebb, felsőbb kategóriába lépjenek? Hát az az igazság, hogy a vágyak és a lehetőségek azok nem találkoznak. Nagyon szeretne a csapat feljebb lépni, legalábbis a dobogó közelben maradni. A NB1B-hez, hogy NB1B-s csapatunk legyen, tehát azon a szinten sakkozunk, hogy ne legyenek kiesési gondok, ahhoz anyagi támogatás kellene elsősorban, és ez a csapat viszont mindenféleképp annak ellenére is, hogy kerülnek ismét kieső csapatok ebbe a csoportba, hogy ez a csapat, ha mindenféleképp együtt kellene, hogy maradjon, és ha még a Bányász nevelés ifjúsági játékos, a Egressi Mátét sikerülne leigazolni, akkor komolyabb reményeket is szőhetnénk, álmokat is szőhetnénk, tehát nem csak a bronzérmet. Van egyébként utánpótlás, ahogy ön is említette, nevelnek ki játékosokat, tehát milyen az utánpótlás? Ajkán van utánpótlás, sajnos nagyon kevesen sakkoznak Ajkán, mert Tapolcára mennek a fiatalok jelentős része, illetve hát máshová, más egyesületekhez is megy. Abban az időben én visszaemlékszem, még voltak edzés lehetőségeink, most, hogy áthagyják az objektumot, és lesz helyünk, talán újra tudjuk indítani a fiatalok képzését. Nem sokan tudják, hogy a Bányás sportkörnek a 6 fős ifjúsági saját nevelésű csapata 4. lett az országos bajnokságot, tehát nem egy-egy kiugró képességű gyerek fémjelezte az ajkai sakkozást, hanem 6 fős csapattal tudtunk úgy 4. lenni, hogy profi csapatokat megelőzve abban az időben. Ezt szeretnénk újra elérni, és hogyha ezt elérnénk, akkor hosszú távon lenne biztosított az utánpótlás egyrészt, másrészt pedig az utánpótlásból való merítés. De most itt mindenféleképp említést kell tennem arra, hogy az ajkai játékosok. Sajnos az köztudott, hogy Ajkán meglehetősen kevés a munkalehetőség, és eléggé korlátozott a munkalehetőség. És akik itt Ajkán éltek, itt tanultak meg sakkozni, az esetek többségébe elkerült Ajkáról, de ők ennek ellenére ajkainak vallják magukat, és hát azoknak is kell őket tekinteni. Hogyan tovább ezek után? Mik a csapatnak, az egyesületnek a tervei? Hát mindenféleképp együtt kellene tartani ezt a csapatot, és mint említettem, akár úgy, hogy versenyzési keretet biztosítani a Egressi Máté egykori bányássakkozónak, és leigazolni hozzánk, és a fejlődéséhez hozzájárulni városi szinten, vagy adott esetben még arra is gondoltunk, hogy esetleg külső támogatással versenyzési keretet biztosítani a fiatalnak. Hát akkor ehhez további sok sikert kívánunk, gratulálunk az eredményhez, és bízunk benne, hogy továbbiakban is ugyanegy fog menni. Továbbiakban a csapatnak köszönjük szépen, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a csapat nevére is.